Sorfákat szalagoztak csütörtök délután az Egererdő ZRT munkatársai. Itt Bükszentmárton főutcáján összesen 17 ilyen gömbszivart ültettek el ősszel a közmunkások az országfásítási program részeként. A zöldítési akciót 2021 óta minden évben meghirdeti az Agrárminisztérium. Immár a harmadik éve folyik a településfásítás program, ez a kormány országfásítás programjához kapcsolódó alprogram, aminek keretében a 10 000 fő lélekszám alatti települések igényelhetnek úgynevezett ültetési csomagokat. Azért nem sorfákat mondok, hanem ültetési csomagokat, mert a sorfák mellé a települések az igénylés során még egy csomó olyan eszközt kapnak, amivel az ültetések még sikeresebbé válhatnak. Hozzátette, az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával az Egererdő ZRT működési területén tavasszal 8 településen, míg ősszel további 22 községben ültettek sorfákat. A jelenkezők maximum 30 növényt igényelhettek. Az igénylők 13 fafajból választhattak, ebben többféle hás, többféle juhar, kőrisek, illetve kifejezetten díszfák is vannak, mint például ezen a településen itt Bükszentmártonban 17 darab gömbszivarfa kerül elültetésre, de fehér eper, nyírfa, tehát 13 féle fafaj van összesen a programban. Hozzátette, a program célja, hogy a települések környezete szebb, zöldebb és élhetőbb legyen.